Tüntetést tartottak a Kelet-Ukrajna felett 2014-ben lelőtt utasszállító, az MH17-es repülőjárat áldozatainak hozzátartozói Hágában, Oroszország hollandiai nagykövetségénél. A külképviselet előtti parkban 298 üres széket állítottak fel a rokonok, azt szimbolizálva, hogy hiányoznak a családokból a támadásban megölt emberek. Az áldozatok szerettei szerint nem kérdés Oroszország érintettsége. Egy rotterdami házas pár 23 éves fiát és annak 20 éves barátnőjét veszítette el a tragédiában. Az anya Szilén szerint, bár a tűzparancsot bizonyára nem Moszkva adta az utasszállító lelövésére, Oroszországnak ideje lenne beismerni, hogy a fegyvert ők adták a szakadároknak. A maláj légitársaság MH17-es járata Amszterdamból tartott Kuala Lumpurba 2014. július 17-én, amikor Kelet-Ukrajna fölött találat érte a repülőgépet. A hétfőn kezdődő pernek 4 vádlottja van, egy ukrán és 3 orosz férfi. A moszkvai vezetés cáfolja, hogy bármilyen érintettsége lenne a támadásban.